csinál. Hé, nem látszik a fikusz. Ezt elfordította valaki, ez eddig nem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban havas per hideg történeteket szeretnék ajánlani. Egyébként a legjobb, hogy éppen süt a nap, tehát hogy ez így teljesen illik a hangulathoz. Igen, igazából a karácsonyi videóm nagyon nincs idén, az az egy darab Secret Santa unboxing az, ami ilyen karácsonyi témájú, mert nagyon új karácsonyi könyveket nem olvastam, olyat meg végképp nem, ami van magyarul is mostanában. Úgyhogy a karácsonyi könyv ajánlomat már előttem. Ezért gondoltam, hogy ez egy olyan tök jó kis téma, meg ebbe tudok könyveket mondani, amik vannak legalább a nagy része magyarul is. Na igen, szóval a mai videóval igazából azt szerettem volna elérni, csak ezt szerintem elfelejtettem elmondani az elején, hogy akartam összegyűjteni olyan könyveket, amik ilyen télies hangulatot idéznek, havas hangulatot idéznek, mert én nagyon szeretném, hogy decemberhez hű idő legyen, és essen a hó, és fehér karácsony legyen, és ne süssön a nap, ahogy éppen most teszi, úgyhogy megpróbáltam összeszedni azokat a könyveket, amiket nagyjából olvastam, vagy nagyjából tudom, hogy mi van bennük, és havasak, téliesek, hideg van bennük, és akkor igazából nekem is most jobban ilyenhez van ennek kedvem, hogy ilyen telesebb, hidegebb könyveket olvassak, mert ezzel egyrészt még jobban hangulatba jövök így az egész karácsonyhoz is, még ha nem is kifejezetten karácsonyosak a könyvek, másrészt pedig hát ha, hogyha sok havas könyvet olvasok, az így szuggerálja a felhőket, meg az időjárást, és hideg lesz, és lesz hó. Remélem. Plusz egyébként a BookTube könyvklub havi témája is havas történetek, úgyhogy fogtam magam is, azokat a könyveket is belevettem, hogy így promózzam egy kicsit a könyvklubot. Úgyhogy kezdem azzal a részével, igazából egy könyvet fogok tudni csak megmutatni, mert az elkönyvolvasómat ügyes módon nem hoztam ide, és most nem fogok rohangálni a ház másik felébe. A havas történetek témakörben három könyvet választottunk ki most a BookTube könyvklubbal, és még egy könyvet nem hoztam ide. Tudjátok, mit idehozom őket. Szóval, most, hogy már megvannak a könyvek... Igen. Szóval az egyik BookTube könyvklub havi könyv, amit igazából még nem olvastam, de felfedeztem, hogy Emmának megvan, úgyhogy előfordulhat, hogy ki fogom olvasni valamikor most az idei télen, mármint ezen a télen, ami az idei december és a jövő évi két hónap még. Ez a Tolvajok városa, aminek még a borítója is hátfókuszál. Jó havas. A másik, ami havi könyv, és amit igazából én most olvastam is a hónapban, nem azért, mert ezt olvasom közös könyvként, vagy mert ennek a kibeszélőjében leszek benne, hanem mert most már van egy BookTube könyvklub plecsnink, amihez kell decemberben olvasni a közös könyvek közül, és amit én olvasok, azt már olvastam októberben, úgyhogy nem jó. Igen, szóval itt a kis elkönyvolvasóm, nem nagyon fog szerintem látszódni, de mindegy, tehát hogy itt van elkönyvként, ezért megszereztem és elolvastam a Takarók című könyvet Craig Thompsontól. Igen, ez egyébként egy majdnem 600 oldalas könyv, viszont képregény és kb. 3 óra alatt ki is olvastam, úgyhogy ez a másik havi könyvünk, és szintén elég havas történet. Egyébként egy ilyen felnőtté válás történet déli amerikai államban, de déliben, ilyen vallásos közösségben, és a jobb részében hideg van és tél. A harmadik könyv, azt meg pedig már emlegettem a csatornán máskor is, ugyanis ugye ez a Medve és a csalogány, és ezt fogom én is olvasni a BookTube könyv klub keretében, vagy hát én már olvastam, de a kibeszélőben benne leszek, a decemberi kibeszélőben, ami januárban lesz. Ez pedig az Orosz Északon játszódik, szintén elég havas történet. Emmával is beszéltük, mert ugye hangos könyvként hallgattam, havi összegzésben is beszéltem róla, úgyhogy most annyira nem szeretnék így külön, majd inkább egy kicsit tovább a többi könyvről. Na igen, szóval ezek azok a havas könyvek, amiből egyébként kettőt olvastam is most már, és a BookTube könyvklub havi könyvei is, úgyhogy ha valaki valamelyiket el szeretné olvasni,
de még nem tette meg, akkor itt az alkalom, és utána közösen ki tudjuk őket beszélni. Na most fogok mutatni két könyvet, ami egyébként teljesen jó ilyen hideg időszakra, mert hideg van benne, tél van benne, és várhatjuk vele a havat még akkor is, közben egyébként süt odakint most éppen a nap. Fehér karácsonyt akarok, emberek. Fehér karácsonyt akarok most már. Úgyhogy ezekkel a könyvekkel most éppen próbálom megidézni a havat. Két könyv, ami két Rick Riordan könyv, és nem sorozatkezdő rész, úgyhogy kicsit kilóg a sorból, sőt három könyvet fogok ebből mutatni. De ebből kettő Rick Riordan. Az egyik a Titán átka, ami a harmadik része a Percy Jacksonnak, de a téli szünetben játszódik, és jó hideg van benne, hogy hangolódjunk erre a télies időjárásra, mert nálunk nem akar esni a hó. De én szeretném, úgyhogy ezzel fogok lehűlni, vagy hát úgyhogy ezzel le lehet hűlni, illetőleg a Neptun fiával is, azt hiszem ez a magyar címe, sose tudom. Ebben is tél van, és hideg van, és... Mert ugye alapvetően a Percy Jacksonok azok ilyen nyáron szoktak játszódni, de nem, ezekben tél van. Sőt, azt hiszem egyébként hozhattam volna a Trials of Apollo első részét is, mert az talán az is januárban játszódik, de most már mindegy. Igen, ami pedig még ilyen sorozott közepén lévő rész, viszont jó hideg van benne, az Én nevem a sárkány a sorozatból a... Fölírtam a címedet magyarul, tudom, hogy fölírtam. Az Így utaz sárkány viharon, ez az a rész, amiben hablatyék... Szóval ebben a részben hablatyék elég éjszakra és elég hideg helyekre mennek. Alapvetően hideg van ezekben a könyvekben, tehát az Így nevem a sárkány az erre mindig jó választás, hogyha hideg könyveket és havas könyveket keres az ember, de ebben kifejezetten mennek éjszakra. Na mindegy, de itt ilyen kis mackó jelmezben is vannak benne. Most olyan illusztrációt pont nem találtam. A maradék könyv, amit kicsit, amitből majdnem az összeset olvastam is, az egyik a Vadon szava. Magyar címe az ez, azt hiszem, Jack Londontól, ez ugye a The Call of the Wild, ebben számhúzó kutyákat szereznek éjszakra, ugye Alaszkában éppen aranylázdul, és akkor kellenek a kutyák, akik húzzák a szánokat, és Buck így kerül éjszakra, nagyon-nagyon éjszakra, nagyon hideg helyre, ugye Alaszkában, ott azért 0-24-ben kb. Hideg van, és igazából a kutyának az útját nézzük a könyv során. Aztán hívja Vadon. Okay, a következő könyv, amit most két példányban is idehoztam, az az Északi fény. Ez is majdnem havi könyvet, csak nem volt rá fix jelentkezőnk Booktuberből, úgyhogy nem lett, de nekem újra kéne olvasnom, főleg most már megvan magyarul is, úgyhogy anyáig, apa pont most olvasta, de nekem ez a nagyon-nagyon szép kiadás van meg, és imádom egyszerűen. Ugye itt is az első részben éjszakra mennek ők is ebben, ahogy ezt nehéz most összefoglalni, mert egyébként én már nagyon régen olvastam, tehát én egy 4 lassan 5 éve olvastam ezt a könyvet, és hiába láttam a sorozatot, azért az ugye más kicsit. Szóval mindegy, mennek ebben is éjszakra, és nagyon hideg van, és a jegesmaci se véletlenül van a borítóján, úgyhogy ez is egy teljesen jó könyv, ilyen télies hangulat megteremtéséhez. Na hát egy klasszikus, másik klasszikus választás, mert a Vadon hívószava is, vagy Vadon szava is klasszikus, az ugye a zoroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, ebben a sorrendben vannak, igen. Ami ugye a Narniának kronológiailag a második része, megjelenés szempontjából talán az első része, ugye két sorrendje van a Narniának. De hát ugye ebben mind, vagy hát sokan kell, hogy tudjuk, hogy ugye a boszorkány, a fehér boszorkány, az ilyen öröktelet varázsolt Narniára, és hát a film Ben is annó ugye nagyon sokáig tél van, neked a könyvben is. Úgyhogy ez is ilyen télies, de ebben még Mikulás is van, szóval valamennyire karácsonyinak is bezsarolható igazából ez a könyv, mert hát megjelenik benne. Az utolsó, amit én még szintén nem olvastam, viszont pont most így, ahogy eszembe jutott, hogy ez a könyv megvan Emmának, egy nagyon szép kötetről is beszélünk, viszonylag rövid is, úgyhogy pont azon gondolkodtam, hogyha befejeztem azt a könyvet, amit most éppen olvasok, akkor lehet ezt fogom elkezdeni. Ez pedig Helen Sedgwick-től a The Comet Seekers. Ennek egy nagyon szép borítója is van, és ez az Antarktikán játszódik. Nem igazán tudom megmondani pontosan, mi a története, mert elolvastam a fülszöveget, de a lényeg az, hogy igazából két
a két szereplőnek követjük benne az életét, azt, hogy ők hogyan találkoznak, és hogyan nőnek fel, és ilyenek. És mindezt így az üstökösökön keresztül, valami ilyesmi a koncepció, majd ha elolvasom, pontosabban meg tudom mondani, de tényleg nagyon szép, nagyon havas, és elég régóta meg van itthon, úgyhogy úgy érzem, hogy ez most pont jó ilyen hóváró könyvnek. És egyébként nem tudom, föltűnt-e nektek, de elég szintkoordinált lett a mai videó. Igen, mert még amúgy ennek is kék a tokja. Na igen, szóval ezeket a könyveket tudtam én most ajánlani havas témában. Mindent elmondtam. Szerintem nem mondtam egyébként el mindent, amúgy hülye vagyok. Ó, nagyon szét vagyok szorva ma, elnézést. Szóval, technikai a listámon van még két darab könyv. Abból az egyik egy póniklubos kötet, aminek a címe a Kristály táncok tele. Na most ez is egy télen játszódó kötet, és amennyire emlékszem belőle, körülbelül kb. Ez volt az első könyv, amit így magamtól elolvastam, és nem a Pál utcai fiúk, amit muszáj volt. Ez egy lovas könyv, és lényegében a főszereplő, amire emlékszem belőle, a főszereplő tud kommunikálni a lovakkal, és van benne egy vadló ménes, és tél van és hideg van benne. Ennyire emlékszem a sztoriból, de ez egy jobban gyerekkönyv. Meg gyerekbarátabb, mint a vadonszoba, mert ez egy kicsit állatkínzós egyébként, így megemlítem. A másik könyv pedig a Vérvörös, a Sallasi Mukától, amit már többször emlegettem, ez egy finn könyv, és Barangolás Európában rész is volt belőle, és azért is tenném ide, mert ez egy Finnországban játszódó krimi, és Finnországban általában hideg van. Úgyhogy igen, ezt a kettőt így most így nagyon gyorsan a végén így beszúrom, mert most láttam meg a jegyzetemen. Oké, hát remélem segítettem nektek esetleg találni olyan havasabb történetet, amit még nem ismertetek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!